Jó estét kívánok, kedves nézőink! A magyarság szinte legbecsesebb ékessége a koronázási ékszerek. Belértve a magyar Szent Koronával együtt, amely az egész európai keresztény kultúra egyik legősibb és egyben épségben megmaradt királyi fejéke. A magyar Szent Koronát a II. Világháború vége felé elvitték Magyarországról, és csak 1978. január 5-én adták vissza. Meghívott vendégemet, dr. Garamvölgyi Lászlót, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács kommunikációs igazgatóját, továbbra is a magyar Szent Koronáról kérdezem. Jó estét kívánok, tábornok úr, nagyon szépen köszönöm, hogy ismételten elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok, köszönöm szépen a meghívást. Tábornok úr, az előző adásunkat ott hagytuk félbe a magyar Szent Koronát illetően, hogy úgy az akkori két nagyhatalom, a Szovjetunió, illetve az Egyesült Államok, illetve a vesztes náci Németország is nagy erőkkel kereste a Szent Koronát. Itt hagytuk félbe műsorunkat, illetve szeretném egy kicsit utoljunk vissza az előző adásban elhangzottakra, illetve arra is, hogy az interneten milyen információk és hamis információk találhatóak meg ebben a témával kapcsolatosan. És most átadnám önnek a szót. Nagyon szépen köszönöm. Fájdalmas nekem ezt mondani, de ami itt a felvezetőben elhangzott, eufemisztikusan fogalmazva a sok pontatlanság kering most is az interneten, de vannak egyébként írásos változatok is, tehát nyomtatott példányok is, amelyek sajnos azt kell mondanom, hogy tényleg jó indulattal pontatlanok, inkább dezinformatívak. A lényeg mégiscsak az, hogy ugye az előző adásban, azért nagyon érdekes, hogy ez a sorozat, ugye, ami most már több mint 600 adást ért meg, ne legyen az című ugye, sorozatunk. Egyik legérdekesebb része ez a korona, bár ennek is van prevenciós és bűnmegelőzés síl vonatkozása, mint mindennek, és nagyon sok telefont meg e-mailt kaptam a múltkori adásnál, de ugye a múltkori adásban leszögeztük, és köszönöm is ezt a lehetőséget, hogy csak a tényekre szorítkozva próbálom én megközelíteni ezt a rendkívül izgalmas témát, azért mégiscsak a világon egy ilyen szentterekje van. A másik pedig lent, hogy pontosítanom kell éppen, ugye Berta Tibor említettük a múltkori adásban, koronakutató hívta fel a figyelmet, hogy ugye a képekkel kapcsolatban is vita van, tehát én ebben sem foglalnék állást, hogy milyen képek vannak a koronán, vagy voltak és melyek hiányoznak. Ugye majd ha beszélünk erről, én három képet kerestem is, vagy ebbe egy nemzetközi interpolos együttműködést próbáltam kieszközölni évekkel ezelőtt, de a lényeg az, hogy ugye én akkor pontatlanul tűzománc képeknek mondtam, bár ugye a kaukázusi mesterek ezzel is foglalkoztak, de ugye kiderült, hogy ezek rekeszománc képek, de ha már az eredetnél tartunk, ugye akkor elhangzott, hogy igazándiból nem tudjuk, mikor készült, mondtam a 401-es dátumot, ugye az most használt évszámok az mind Krisztus utáni értelemszerűen időpontok, amikor ugye a 24 törzs és a 108 nemzetség egyesült, és létrejött ugye a pártos birodalom, de nagy valószínűséggel ezek a kaukázusi mesterek korábban készítették el ezt a remek művet, de miután mondom még egyszer, én nem veszem a bátorságot, hogy még satszolni sem szeretnék az időpont tekintetében, bár ugye azt most rögtön cáfolnék, hogy nagyon fájdalmas, hogy ugye itt két különböző korona részről beszélnek, ötvös mesterek ezt megállapították, mondhatnám, hogy ennek tudományos alapja is van, hogy az egy korona, az egy más kérdés, hogy ugye görög abroncs az alja, vagy latina felső része, de ez nem később lesz összerakva, és csak úgy találomra, mint ahogy kering a világhálón ilyenfajta teória, vagy Conteo is inkább, találomra rakták össze. A lényeg az, hogy ne becsüljük alá ezeknek a mestereknek a tudását és a szakralitását, ami az egész ugye, korona legendáriumhoz tartozik, de a legfontosabb mégis az, ugye, hogy a konkrétum, hogy 325, ugye Nagy Konstantin római császár összehívja a Nicea zsinatot, ugye ez a kereszténységnek az első nagy kongresszusa, ha a jelentőségét akarjuk, vagy egyet kiragadni, hogy miben állapodtak meg, ugye ez a húsvétnak a mostani dátuma, tehát azóta ugye ebben a keresztény világ megállapodott, hogy mikor kell a húsvéti ünnepeket dátum szerint ugye megtartani, de itt nem azért hoztam ezt föl, hanem ez a kereszténységnek egy ugye nagy kongresszusa volt a zsinat, de itt volt már négy magyar püspök. Az egy más kérdés, hogy ezeket most hunnak, kagárnak, avaroknak nevezzük. Azért nem mellékes ez a
ugye történelmileg ezt lehet magyar püspöknek is nevezni, azért nem mellékes ez a korona szempontjában, hogy kik voltak ott. Ugye egyrészt, ha ott voltak, akkor már keresztény vallást fölvették nagy valószínűséggel. 325-ről beszélünk, hol vagyunk még a honfoglalástól, ugye? És a Szent István megkoronázásától, de ugye 896-ról beszélünk, ugye a honfoglalás akár duplikált évszám, akár nem az első időszaka, vagy a kettős honfoglalásnak az elmélete, de 796-ban, ugye, ami szintén dátum, tehát mondtam egy konkrétumot, 325, ez azra vonatkozik, hogy a keresztény vallásnak van magyar gyökere. 401 ugye volt a következő dátum, 453-ban megöli Ildikó ugye Attilát, de őről tudjuk, hogy a Szent Koronával megkoronázták, tehát ez valószínű, hogy 325 után készült. És ugye van 796, 100 évvel vagyunk a honfoglalás előtt, amiről bizonyosan tudjuk, hogy nagy tudum, ő Avar Kagán ugye meglátogatta Aachenben Nagy Károlyt, és ezt a koronát viszi neki ajándékba. Nagy Károly ilyen német-római császár. Tehát 796-ról beszélünk, akkor látogatja meg, nagy tudom, ugye Avar Kagán, Nagy Károlyt, akit 800-ban, tehát 4 évvel később, harmadik Leó pápa ezzel a koronával, tehát ugye itt bizonyíték van arra, hogy ugye avarok viszik oda, bizonyíték van arra, hogy 800-ban Nagy Károlyt, ugye harmadik Leó pápa megkoronázza, német-római császárrá. Tehát onnan kezdve, ugye ez a, tulajdonképpen ugye harmadik Ottóig jutunk majd el, ezerig, itt több száz év telik el, de a frank birodalomnak, ugye a legnagy, hát nem véletlenül Nagy Károlynak hívek, mellesleg 2 méter magas volt, ugye, és állítólag a legenda szerint ülve temették el, éppen emiatt, és harmadik Ottó, aki megtalálja a sírját Aachenben. Ugye, sajnos ez ma már nincs meg, de az a lényeg, hogy 1000-ben történik. Na most ugye ez egy másik érdekes történet, hogy mikor koronázzák meg ugye Szent Istvánt. 999 szilveszterén és 1000 január 1-től ugye koronázott, vagy koronás fő, az nagyon fontos ugye a Szent Koronatan szempontjából, vagy 1001 január 1-től. Ez azért fontos ugye, mert a sírt, harmadik Ottó, aki ugye a leszár, egyenesági leszármazottja Nagy Károlynak, ugye nyilván első Ottó unokája, ja, de ez a vérvonal ugye ez végigmegy az uralkodó családon. 1000 húsvétján találja meg, ugye? 1000 húsvétján találja meg, és tudjuk, hogy 325-ben a Nicea zsinat pontosan kijelölte a húsvét ünnepeket, ugye ez már 700 évvel nagyjából azután van. 1000 húsvétján. Na most ugye arról beszéltünk érintőlegesen, hogy 1000 körül volt az az anomália, mint ugye nálunk 1999-ben, vagy egy másik évezredet, ugye, kezdtek, de ők azért már túl voltak. Tehát 1000 húsvét az azt jelenti, hogy utána 1001 lehetett, és úgy került tulajdonképpen a harmadik Ottótól második Szilveszter pápához a korona. Ugye, ez a korona benne volt ugye a sírban, tehát Nagy Károly sírjában, nagyon sok más erekével együtt, de a lényeg az, hogy itt ez pontosan nyomon követhető, és utána egyébként a mai napig kisebb-nagyobb varga betűket, de tudjuk, meg több mint 12-szer kerül külföldre. A korona, ugyan mondtam a múltkor, hogy csak 2-szer ássák el Orsóba után, ugye, 1849-ben, ugye a szabadságharc leverése után, és 1945. április 26-án Metzibe, de ez egy másik történet, már inkább az, az a 20. század, de a legfontosabb mégis az, ugye, hogy második Szilveszter pápától kapja meg első István ugye a koronát, és az is biztos, hogy 1038-ban, ugye, égbe ajánlja, augusztus 16-án, ugye, és 4 nap múlva meghal, augusztus 20-a, ugye,
a Szent István ünnepnek ez a dátuma, és ezért Mária országa. Az egy másik kérdés természetesen, hogy a magyar történetben 55 koronázás volt, 55 király. A Szent Koronatan szerint, és ugye ennek van egy történelmi és jogi, meg egy szakrális gyökere is, de a legfontosabb mégis az, hogy a legitim magyar királyok, ugye három feltételnek kellett, hogy ugye megfeleljenek, amikor királyá koronázták őket. Az egyik az, erről beszéltem, hogy pontosan Szent István kivételével. Mert ő az egyetlen, de az első ugye koronás fő, akit nem Székesfehérvár ott a Nagyboldogasszony templomban, vagy bazilikában helyesebben koronáznak meg, hanem Esztergomban, mert ő ott is született. De az egyik feltétel az, hogy Esztergomban, vagy a Székesfehérvár ott a Nagyboldogasszony bazilikában, ugye ez a koronázási város, kell megkoronázni. A másik feltétel az, hogy ugye az mindenkori esztergomi érsek az, aki celebrálja, és a harmadik feltétel a korona. Ugye? És 55 király koronáztak meg, a magyar történetben három király nem. Ugye esett át ezen a ceremónián, különböző okok miatt. Az első ugye, aki nem az első, Ulászló, ugye, erről azt kell tudni egyébként, hogy nagyon érdekes, mert 1444-ben a Várnai csatában ugye meghal. Tehát ő egy lengyel király, a Jagelló ágnak, vagy a Jagelló háznak, ugye két ága volt, egy cseh ága és egy lengyel ága. Ő a Jagelló háznak, ugye a lengyel ágán, nagy formátumú egyébként király, és 1444, ugye könnyű megjegyezni ezt a dátumot, a Várnai csatában, a török elleni harcban, a mi oldalunkon elesik, de 1940-ben, ugye amikor meghal Albert, és ugye úgy néz ki, hogy utód nélkül hal meg, akkor a fő rendek elmennek, és ugye Krakóba felkérik magyar királynak, és meg is indul ez a fajta tárgyalás, de közben ugye megszületik Erzsébetnek, vagy Albert, ugye nek a királyné megszülő, ugye Lászlót, ő ötödik Lászlóként, ugye csecsemő királyként megkoronázásra kerül. Emiatt ugye egyrészt a trónra lépése is meghiúsul, ugye a másrészt meg a koronázás is. A második az Jánosnak mond, ugye a ellenkirály. Tulajdonképpen ez az ország háromrészre szakadás akkor, ugye ő megkapja a törököktől Erdélyt, de 1541-ről van szó, ugye amikor utána vagyunk, amikor a törökök beveszik Budát, de a legfontosabb ebből a szempontból az, ugye, hogy Fráter György viszi, tehát a anya királyné, ugye a régens, és Fráter György viszi az ügyeket, mert három hónapos a király, tulajdonképpen János Zsigmond, de ő sem tudják megkoronázni azért, mert tulajdonképpen ugye ez a harmadik része, amit ma Pációknak meg Erdélynek hívunk, ez a harmadik része volt ugye a három részre szakadt Magyarországnak, utána már nem lehetett a Habsburgok miatt őt megkoronázni, és ugye amit mondtam a múltkor, a harmadik ilyen személy, ugye a Kalapos király második József, Mária Terézia fia, aki ugye maga dönt úgy, hogy nem veszi fel a koronát. Na most nézzük meg, hogy akiket nem koronáztak meg, milyen brutálisan és kegyetlenül, mint hogyha lenne valami fátumszerű ebbe a ceremóniába, végezték. Ugye 1444-ig a Várnai csata, a király meghal, említettem. János Zsigmond gyakorlatilag azért ellenkirály is, mert egy percig nem uralkodik. Második József ugye majdnem 10 évig ugye uralkodik, kormányoz, de nem koronáztatja meg magát, mondván, hogy ő nem akarja összehívni az országgyűlést, egyszer se hívja össze az országgyűlést, ő hasonlóan az anyához, Mária Terézia az rendeletekkel kormányoz, ugye? De nagyon brutális a halála, és ebből a szempontból a halálos ágy, ugye hozzátartozik, hogy nagyon sok rendeletet, napi kettőt, tehát összesen ugye ez a 10 év alatt 6000 rendeletet mindenről, hát tehát megreformálta a közigazgatást, eltörölte a halálbüntetést, előírta a női divatot, ugye hozott egy rendeletet. Ezeket nem nagyon lehetett betartani, jobbágy kérdésbe döntött, ugye, de nagyon fontos volt a türelmi rendelete, ugye ezt az egyet nem vonta vissza, vagy még kettő volt a jobbágy, meg még egy volt a
a 6000-ből ugye a halálos ágyja, az összes többit visszamondta, ami Magyarországra vonatkozott, mert cseh király is volt, és itt tovább. De ugye ez egy nagyon felvilágosult döntés volt a türelmi rendelet, mert minden egyháznak, ahol legalább ugye 150 fős családok voltak, vagy közösségek voltak, akkor megadta a lehetőségét, hogy alapítsanak, ugye, és ezért egy sokszínű hitvilág jött létre Magyarországon, természetesen a kereszténység mellett, de voltak zsidók is, és egyéb más legális vallások is, és ezt a türelmi rendet, ugye ezt jelentette, hogy legálisan lehet ezeket gyakorolni, ezeket a vallásokat. Tábornok úr, a koronával kapcsolatosan, ha egy kicsit ugorhatunk az időben vissza, úgymond a jelenhez, akkor mi történt? Ugye az előző adásunkban szó volt arról, hogy Pajtás Ernő, aki vigyázott a koronára, illetve az ő koronőrsége igyekezte kimenekíteni a koronát, hogy milyen módon tudták megtenni, amit meg kellett nekik tenniük, és mi volt, vagy mi lehetett az, ami őket vezérelte, vagy parancsot kaptak-e valakitől, hogy már pedig nekik a Szent Koronát bármi áron, de meg kell őrizni, és meg kell védeni. Nagyon összetett ez a probléma, és ugye az elején említettem, hogy mint Pilátus a krédóba csöppentünk ebbe a témába, de ettől függetlenül, mint már látom, hogy rendkívül nagyon sok érdeklődő és hát korrigáló telefont is kaptam, ezt az elején meg is tettem, amiben én pontatlan voltam, de még egyszer mondom, tehát azokra a tényekre hivatkozok, amelyek megtalálhatók, tehát kontrollálhatók, és ami a koronakutatóktól származik, őket el tudom fogadni abszolút kompetenseknek. Tehát visszatérve a lényegre, hogy ez azért túlmutat. Tehát amit az előző adásban mondtam, Pajtás Ernő a magyar történelemnek méltatlanul elfelejtett hőse. Az egy másik kérdés, hogy végre, hogy 1993-ban, ő Németországban 1950-ben halt meg, de hazahozták a hamvait, és méltó módon ugye el van, gyönyörű síremléke van a Farkasréti temetőbe. Ugye ezredes volt, és előléptették posztumusz tábornokká, konkrétan vezérőn nagy lett 93-ban, és egy piros-fehér-zöld díszítésű, nagyon szép síremléke található ott. És ugye minden évben van egy ceremónia, ahol ugye a koronaőrség megemlékezik az ő hős tetteiről, de a legfontosabb ugye az, amit az előző adásban is érintettük, hogy ugye 1944. október 15-e a kiugrási kísérletnek a sikertelensége, Horthy ugye megpróbál román mintára a II. Világháborúból ugye menekülni, vagy az országot ugye valamilyen irányba nyilvánvalóan pozícionálni, de nagyon sok oka van ennek, a turpiságra rájönnek a németek, és nem sikerül a kiugrási kísérlet, és ennek a következménye az, hogy Szálasi átveszi a hatalmat, és ugye novemberben erről is beszéltem a múlt adásban, a koronára ugye leteszi a hivatali esküt, Pajtás Ernő, aki egy hazafias érzelmű, igazi virtigli ludovikás, ugye főtiszt ezredes, ő nincs jelen, nem fél az ő értéklennyébe ez a fajta Szálasi féle ugye ideológia, egyáltalán a nyilasság. De a lényeg az, hogy ugye azért döntés születik abból, 44 végéről beszélünk már, hogy ugye a német csapatok visszavonulóban vannak, és a várba, ugye oroszok már a keleti határnál, a várba ugye egy kontingens befészkeli magát, ez a 45 februári kitörés, ugye, ami sikertelen, de ez 30-40 ezer katona. Ebben az időszakban ugye a koronaőrségnek kaszárnyája ott van, ahol ma a várban ugye a hadtörténeti múzeum is. Békés egymás mellett élésről beszéltünk, hiszen ugye ez nem is egy katonai kontingens, a Pajtás Ernő vezette ugye a koronaőrség, de ott már járőröznek a németek, és ott egy fegyvertisztítás közben ugye elsőre egy koronaőrnek a laktanyában a fegyvere, és kilő az ablakon, és eltalál egy járőröző német katonát, egy német közlegényt, egy Wehrmachtos katonát, aki meghal.
Ugye? Ebben a pillanatban körbeveszik, ugye hát nyilvánvalóan a németek voltak számbeli fölényben is, lásztalpasokkal és mindenféle sorozatlövő nehéz tűzéséggel az egész laktanyát, és ugye kiterelik, azonnal meg akarják őket ölni, a koronőröket, de pajtás járni azért, hogy a helyzet, tudod, de mindegy, a vérmezőre elviszik a koronőröket, és felállítják ott egy sütbe, és velük szemben ugye, egy golyószörű mögé lefektetnek egy német katonát, tűzparancsra vár, ugye? De pajtás járni észnél van, mert ugye egyrészt értesíti szállásit, másrészt ugye fölveszi a kapcsolatot a gestapó, Istenhegyi úton van a gestapónak a főhadi szállása, ugye, hogy megmagyarázza ezt a történetet, hiszen ő tudja bizonyítani, semmi szándékuk nem volt, tehát szövetségesek a németek. Nem, mintha nem lett volna a keleti fronton ilyen turpiság van a magyar és a német csapatok között, mert volt ilyen szándékos átlövés és úgymond félreértés, de mindegy. Ez teljesen vétlen volt. És a lényeg az, hogy ő ezt előadja, elmegy a Istenhegyi úton, ott van a pajtás, miközben ugye a beosztottai, a bajtársai ott állnak a vérmezőn, és ott fekszik a golyószóra előtt, ugye egy vermontos katona arra várva, hogy lekaszabolja őket, aki ugye törleszte, nem, hiszen az egyik kollégáját vagy bajtársát közülük valaki lelőtt, de mindegy, ebben a tudatban van, és előadja, hogy, és adja, tehát ő egy nagyon képzett, ő perfekt németül beszél, és egy nagyon képzett főtiszt, respektje van a németek elő, és előadja, hogy ez egy vétlen lövés volt, és azzal tudja meggyőzni tulajdonképpen a parancsnokot, hogy a tiszti becsület szavát adja. Az akkoriban ez több volt, mint egy közjegyző által hitelesített ugye mai nyilatkozat. Ennek ellenére ugye azért hajlik erre, tehát ott már puhul az álláspont, hogy nem kell kivégezni a koronaőrséget, de fölhívja, ugye, és Szálasi, most gyakorlatilag azt mondom, hogy a javára kell ezt írni, igazolja a pajtás előtt, ugye, mert a gestapo főnöke ezt firtatja, hogy pajtás elnő ezt állítja, hihetek-e neki, kérdezi, és ugye a megerősíti szállásra azt mondja, hogy a koronőrség parancsnoka, a pajtás elnő, akit ő személyesen ismer és kezességet vállal, ezt állítja, hogy vétlen lövés volt, baleset gyakorlatilag, akkor erre mérget vett, és így ők megmenekülnek, és ugye a vérmezőről vissza tud menni mindenki épségbe a laktanyába. Hát ez egy nagyon nehéz helyzete lehetett akkor a koronőrségnek, de talán a koronának a szakrális mi volta és segíthette a koronőröket mind abban, hogy nem haltak meg ezek a katonák, és hittek ennek a becsületes embernek, a pajtás Ernőnek. Tábornok, akkor még maradt egy másfél percünk, tudom, hogy már nincsen sok időnk. Innentől kezdve, hogy történik a koronának a további útja, illetve a koronőrség mi az, amit tud még tenni ezek után? Egy röviden, hogyha ebbe bele tudunk kezdeni, és úgyis megy egy következő adásba. Köszönöm szépen az előző megjegyzést, tehát erre muszáj vagyok reflektálni. Ez a szakralitás egyébként nem csak a koronaőrségre vonatkozott, de én majdnem biztos vagyok benne, hogy közvetlen összefüggésben van ezzel a különleges kegytárgyal, a koronaőrségnek a megmenekülése. És tulajdonképpen az egész Kárpát-medence fölött van egyfajta ilyen hatása, de a legfontosabb ugye valóban az, hogy mikor gyakorlatilag megmenekülnek a koronaőrök, akkor már ugye döntés van arról, hogy ki kell menekíteni, ugye, mert a front közeledik, és csak nyugatra lehet menekíteni a koronát, és akkor elkezdik vinni nyugatra, ugye először Veszprémbe mennek, utána Kőszegre, és majd ugye átlépik a határt, arról kell majd beszélni, ugye, hogy Máriacellben, és aztán végül is Metzibe ássák el 1940. április 26-án, de ezt most már nem tudom elmesélni. Tehát akkor nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, nagyon sok hasznos információt kaptunk meg öntől, és nagyon érdekfeszítő volt és érdekes volt ezek a történelmi tényeket így hallani. Én innen szeretném önnek folytatni a Magyar Szent Koronával kapcsolatos beszélgetésünket egy következő műsorunkban is, és köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm szépen. Önöknek is köszönöm megtisztelő figyelmüket, kérem, vigyázzanak egymásra is, és saját munkra is, hogy ne legyen áldozat.